Az országgyűlés döntése értelmében a veszélyhelyzet megszűnését követően is időkorlát nélkül megmarad az e-receptek egyszerűsített kiváltási módja. Megmarad az e-receptek egyszerűsített kiváltási módja, amelyhez a beteg tajszámának megadása mellett a kiváltó személyazonosságát hitelt érdemlő igazolására van szükség. A telemedicinális ellátások lehetősége is megmarad a veszélyhelyzet után is. Így az ellátás sajátosságait és orvosszakmai indokoltságát figyelembe véve továbbra is lehet a beteg távollétében előszűrést végezni, diagnózist vagy terápiás javaslatot felállítani, távmonitoringot folytatni, gyógyszert rendelni, vagy védőnői gondozást ellátni távmonitoring eszközökkel és egyéb infokommunikációs technológiák révén hozzáférhető információk alapján. Az országgyűlés elfogadta a veszélyhelyzet megszűnését követő időszak vonatkozó speciális jogszabályi rendelkezéseket. Ezek között több az egészségügyi ellátást érintő változás, az egészségügyi szolgáltatási tér, azaz az EEST korábbi szabályozását módosítja. Így a telemedicinális ellátás az EES-ben rögzített ellátási eredményként jelenik meg. A most elfogadott szabályozás a veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napig van érvényben. Azonban felhatalmazó rendelkezés biztosítja a kormánynak annak lehetőségét, hogy szükség szerinti rendeletben szabályozza a telemedicinális ellátások feltételeit.